Idén ez volt a 20. alkalom, hogy testközelből élvezhette a közönség a Kult Klasszik programját. Most egy játszótéren volt a performance. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott térzene pályázatnak köszönhetően a Szentendrei Kulturális Központ szervezésében ez alkalommal a Danubia Kürt Kvartett muzsikált. Az volt a koncepció, hogy ne a belvárosban legyen, mert a belvárosban úgyis annyi minden történik, tehát hogy annyi program van, hogy legyen különböző városrészekben, vagy legyenek ezek az alkalmak különböző városrészekben, és ezért volt most például egy játszótéren, mert ezt találtuk alkalmas helyszínnek itt, meg ugye szombat délután játszótéren eleve vannak emberek, úgyhogy adott a közönség. A rendhagyó örömzenélésnek elegettéve Szentendre térségében számos helyszínen megfordult a zenekar. Papszigeten volt, Izbégen, fönt a Püspökmajor lakótelepen, az angol házaknál, ott is egy játszótéren, postástrandon, tehát amik azért nem kifejezetten a belvárosban, hanem különböző, mint mondtam, különböző ilyen városrészekben valósultak meg ezek a kult klasszik néven futó események. Azt láttam minden alkalommal, amikor ott voltam, hogy örültek neki az emberek, és igen, pont, tehát, hogy van egy spontaneitása a dolognak, hogyha olyan helyen voltunk, ahol van amúgy is forgalom, vagy ott járnak arra emberek, akkor megálltak, és örültek neki, és szívesen hallgatták. Az Óbudai Danubia zenekarnak korábban több formációja is részt vett a térzene programban. Jelenleg a Fúvósoké volt a főszerep. 4 évvel ezelőtt is Szentendrén játszottunk, itt valahol szabadtéren. Szerintem az mi a Covid előtti év volt, emlékeim szerint, de akkor is már, tehát ennek is hagyománya van nálunk, hogy mi Szentendrére jövünk és játszunk szabadtéren. Ez a részfúvósoknak az évada, úgyhogy ilyenkor a kültéren nagyon kellemes játszani. A szelet azt megszokjuk, igyekszünk kezelni, hogy ne vigye el a kottákat, de hogy egyébként... Ha már mondtad a környezeti hatásokat, akkor itt volt egy riválisotok itt a fán, egy nagyon csicsergő. Igen, biztosan igen. Nem tudtatok rá koncentrálni, de mi is csak egy picit észrevettük, hogy nagyon tetszett neki is a zene. Nagyon érdekes, hogy szoktak a madarak, bekapcsolódnak, tehát hogyha kifejezetten szerintem hallják. Ugye mi a tanárképző főiskolán hallgattunk olyan madárdalt, ami le volt lassítva, és hogy csomó madár van, akinek a gyors hangjai között, tehát ilyen dallam, pentaton dallamok vannak benne, úgyhogy ilyen névzenei jellegű, hogyha az ember jobban meghallgatja. A Danubia Kürt Kvartettben Benyus Péter, Ulá Beáta, Csabai László és Tekula Endre játszott. Az 5. egy meghívott vendégművész, Borbíró Máté volt. Ez szerint választották a repertoárt is. Olyan zenéket hoztunk alapvetően, amit mi szeretünk, és amiket most ez egy új válogatás egyébként. Volt egy régebbi repertoárunk, vagy dupla repertoárunk, amit sokat játszottunk, hogyha ilyen jellegű szórakoztató és könnyedebb műfajú zenék voltak, de ez nem jelenti azt, hogy nem klasszikusak, csak könnyedebb a hangvételük. Úgyhogy most úgy válogattunk, hogy gyakorlatilag végignéztük a kottatárunkat, és olyanokat válogattunk, amiket eddig még nem játszottunk el, vagy nem tanultunk meg, úgyhogy ez egy teljesen új repertoár volt. Sok Csajkovszki átirat volt benne, ugye Csajkovszki ez egy romantikus zeneszerző, és rendkívül szerette a Kürtöt, a hangszert is magát, úgyhogy ezért mi is nagyon szeretjük és vonzódunk hozzá is a zenéjéhez. Úgyhogy tőle válogattunk többeket, de más is, még könnyű zenei szám is elhangzott, ugye a Szánni a napos időre volt tekintettel. A Kürt Kvartett legközelebb augusztusban folytatja a közös zenélést, a Danubia zenekarral pedig több fesztiválon is találkozni lehet a nyáron. A Kult Klasszik térzene pályázatnak a 20. alkalom volt a záró koncertje, de a pozitív visszajelzések alapján a jövőben is folytatni szeretnék a népszerű programsorozatot.